Köszöntöm az Oxygen Music nézőjét, Sarek Zsuzsa vagyok, most jönnek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Kötelező lesz feltüntetni a mézes üvegeken a származási helyet és a pontos összetételt, jelentette be az agrárminiszter. A magyar kezdeményezésre bevezetendő uniós előírás a méztermelők és a vásárlók érdekeit is szolgálja. Pontosan lehet majd tudni, hogy mi van a mézes üvegben, ami segítheti a mézhamisítás visszaszorítását is. Egy kilogramm az egy főre eső magyarországi mézfogyasztás, ami viszonylag alacsony az unió 2,5 kilós átlagához képest. Pedig a méznek számos jótékony hatása van, hiszen rengeteg tápanyagot, valamint mindenféle más jót is tartalmaz, mondta el a Győri Híreknek az egyik győri edzőterem táplálkozási szaktanácsadója. Dr. Kálmán Csilla felhívja a figyelmet arra, hogy immunrendszerünk jó minőségű multivitamin szedésével is felvértesztethető, tehát nem elég, ha több zöldséget vagy gyümölcsöt eszünk. Ősidők óta az emberi táplálkozás szerves részét képezi a méz. Rengeteg tápanyagot, vitamint tartalmaz, a többi között kalciumot, magnéziumot, káliumot, vasat, rezet, kisebb mennyiségben C, illetve B vitaminokat is, mondja az egyik győri edzőterem táplálkozási szaktanácsadója. Minél sötétebb egy méz, annál magasabb és annál sűrűbb az ásványanyag tartalma, de hogy emellett nagyon pozitív hatással van az immunrendszerünkre, a vérkeringésre, a vérnyomásra, a szívünk egészségére, szóval tényleg rengeteg fontos hatását, pozitív hatását fel lehet sorolni a méznek. Mindemellett ugye arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy nagyon fontos baktériumölő hatása van, szóval hogyha a méz vízzel érintkezik, akkor hidrogénperoxid fog benne felszabadulni, és ezek baktériumölő hatással bírnak a szervezetünkre, illetve a sebgyógyításban is nagyon fontos szerepet játszik a méz, úgyhogy rengeteg pozitív tulajdonságot fel lehet sorolni, ami hozzá köthető. Ennek ellenére más európai országokhoz képest idehaza viszonylag alacsony a mézfogyasztás, ami egyfőre levetítve évente 1 kilogrammot jelent. Magas kalória és szénhidrát tartalma miatt azonban a diétázóknak óvatosan kell bánni vele, naponta 1-2 kanál méz azonban még belefér, tette hozzá Kálmán Csilla. Amellett, hogy nagyon nagyon gazdag tápanyagokban, azt is fontos figyelembe vennünk, hogy 80%-ban fruktózból és glükózból tevődik össze, és ennek nagyon magas az inzulin válasza, illetve nagyon nagy cukor választ fog kiváltani. Ezért azoknál, akik cukorbetegek vagy inzulinrezisztenciával, egyéb anyagcsere, illetve emésztőrendszeri panaszokkal küzdenek, problémát is okozhat a méz fogyasztása. Kálmán Csilla szerint ahhoz, hogy erősítsük immunrendszerünket, nem elegendő a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, mert ma már nem tartalmazzák azt a mennyiségű vitamint, ásványi anyagot, amire szükségünk van. Ahhoz, hogy az immunrendszerünket erősítsük, szükségünk van egy nagyon megfelelő multivitaminra, ami jól szívódó multivitamin. Ugye egy jó minőségű multivitaminban benne van az A-vitamin, a D-vitamin, a K-vitaminok, az összes B-vitamin, illetve a fontos nyomelemek és ásványi anyagok, gondoljunk itt a cinkre, a rézre, a vasra, a jódra, illetve a szelénre többek közt. Mindemellett szükséges egy jó minőségű magnézium, C-vitamin, omega-3, illetve egy Q10. Szóval ezek lennének azok a kiegészítők, amit én mindenkinek mondanék, hogy szedniük kellene, amellett, hogy természetesen egészségtudatosan étkeznek és sportolnak. A táplálkozási szaktanácsadó szerint azért érdemes inkább egy jó minőségű kombinációt választani, mert ha valaki külön-külön szedi az egyes vitaminokat, előfordulhat, hogy túladagolja őket. Olajjal szennyezett az iparcsatorna víze. A vízügy szakemberei a katasztrófavédelmi igazgatósággal közösen helyszíni bejárást tartottak és felmérték a szennyezés kiterjedését, majd előbb másodfokú, csütörtöktől pedig harmadfokú vízminőségvédelmi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A kárelhárítás érdekében lezárták az iparcsatornán az árvízkaput és megkezdték a szennyezés lokalizálását és felitató anyaggal történő visszagyűjtését. A növények nyugalmi időszakát kihasználva fametszési munkákat végeznek ezekben a hetekben a Győrszó munkatársai a közterületeken. Azokat a kiszáradt, elhalt fákat is kivágják, amelyek környezetükre veszélyt jelentenek. A szolgáltató a munkatervében meghatározott programnak megfelelően, valamint a terület felelősök jelzései és a lakosság igényei bejelentései alapján azokat a növényeket veszik kezelésbe, melyek túlnőtték életterüket, koronáig, ágaig zavarják a járművek vagy gyalogosok közlekedését, illetve állapotuk balesetveszélyt jelenthet nagyobb szél, vihar esetén. A munka minden városrészt érint.
Nem kell beküldeni sehová február közepéig készhez kapott adóigazolásokat, erre hívja fel a figyelmet a NAV Győr Moson Sopron vármegyei adó- és vámigazgatósága. A dokumentumok az SZIA tervezett és a pénztárakba befizetett összegek után járó adó visszatérítés ellenőrzésében jelentenek segítséget. A győri ügyfélszolgálatot sem szükséges felkeresni az igazolásokkal, az elévülési idő végéig azonban meg kell őrizni azokat. Fontos dokumentumokat kapnak készhez a munkavállalók a napokban. Február közepéig mindenki megkapja a tavaly szerzett jövedelme, az önkéntes pénztári, a nyugdíj előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és a pénztári igazolásokat. Ezek alapján lehet majd ellenőrizni az SZIA tervezetet, illetve az adó visszatérítés összegét. Hívta fel a figyelmet a NAV Győr Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatóságának szakértője. Az igazolásokat beküldeni nem kell a NAV-hoz, azokat mindenki saját maga otthon az elévülési idő végéig meg kell őriznie. Azonban, hogyha március 15-e után személyesen az ügyfélszolgálaton valaki segítséget kér az adóbevallás tervezetével kapcsolatban, akkor viszont ezeket az igazolásokat hozza magával. Aki rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, március 15-től az ESZIA oldalon éri el a NAV által készített bevallástervezetet, tette hozzá Bakodinéi Klódi Zsuzsanna. Aki nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, elektronikusan vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán és a kormányablakokban pár perc alatt regisztrálhat. Ha valakinek nincs KÜ azonosítója, akkor március 18-áig a születési dátumának és az adóazonosító jelének a megadásával többféle módon is kérheti a tervezett postázását. Ezt akár SMS-ben is meg lehet tenni, de levélben, illetve az ingyenesen hívható 18-19-es infovonalon szintén igényelhető a tervezett postázása. Nem látták meg árnyékukat pénteken kifutóba kiballagó örvösmedvék a győri Xanthusz János állatkertben, hiszen a borongós időben nem sütött a nap, így várhatjuk a jó időt. A népi hiedelem szerint, ha a téli álmot alvó medve február 2-án, amikor először kidugja az orrát a barlangból és meglátja az árnyékát, akkor rögvest visszamegy aludni, mert tudja, a tél még sokáig tart. Viszont ha nem látja meg, akkor kint marad, ami azt jelzi, közeleg a tavasz. A hétvégén elrajtol a tavaszi szezon az MB2-es bajnokságban. Az Etónál azt mondják, sikeres volt a felkészülési időszak, így bizakodva várják a hétvégi első mérkőzést. A januári edzőmérkőzések után februárban már éles meccset játszik az Etó, folytatódik ugyanis a bajnoki pontvadászat. A csapatnál úgy látják, a felkészülés sikeres volt. Úgy érzem, jó formában érkeztünk vissza a tavaszi szezonra, gördülékenyen ment a felkészülésünk, a csapat pedig készen áll, és vasárnap megpróbálunk egy erős meccset játszani. A keret a télen tovább erősödött, így mindenki bizakodva várja a tavaszt. Szeretnénk tovább haladni azon az úton, ahol eddig voltunk, és még keményebben beleállni a melóba. Szerintem nyilván ez kimondott célunk, hogy az első helyet szeretnénk megszerezni, de az első kettőnek a valamelyikét. Úgyhogy ezen az úton megyünk tovább, és meccsről meccsre fókuszálunk. A február sűrű lesz és rangadókkal teli, hiszen az Etó fogadja a Gyirmótot és a Nyíregyházát, és majd Kozár Mislenybe is elutazik. A nyitó meccsen így mindenképpen kell a 3 pont. Igazából egy veszélyes csapat, van nagyon sok rutinus játékosai vannak a BVSC-nek, úgyhogy figyelni kell majd mindenképpen. Dominálni szeretnénk, ez a kis passzos játék, ugye, ami eddig is szerepet vállalt a játékunkban, ez nagyon fontos lesz. Kielemeztük ugye az ellenfelünket, mindenképpen jó játékkal szeretnénk nyerni. Az Etó a BVSC Zugló otthonában vívja meg 2024-ben az első tétmeccsét, a találkozót hivatalos YouTube csatornánkon élőben közvetítjük. Kedves nézőink, további friss hírek és tudósításaink mind-mind megtalálható a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, nem már más vár hátra, csak az, hogy milyen időjárás lesz a következő napokban. Viszontlátásra!
Szombaton változóan erősen felhős időben lesz részünk, de naposabb tájakkal is találkozhatunk. Észak-keleten helyenként reggel kisebb havas eső, délután pedig egy-egy helyen átmenetileg gyenge esőzápor előfordulhat. A délnyugati országrész kivételével sokfelé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, reggel 0 és plusz 4, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is gyakran takarhatják felhők a napot, a nyugati, a délnyugati és a déli tájakat leszámítva elszórtan kialakulhat kisebb esőfutó zápor. Sokfelé szeles időben lesz részünk.